Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Lipták Péter vagyok. Több fejlesztés elindítására kapott a képviselőtestülettől felhatalmazást Tamási város vezetése. A döntések értelmében elkezdődik a tervezési munka az úthálózatának további korszerűsítésére, és hamarosan megkezdődhet a külterületeken a még ki nem épült vízvezetékrendszer kiépítése is. Tamási város önkormányzatában mindig is prioritást élvezett az úthálózat és a közterületek állapotának folyamatos javítása. Az elmúlt 5 esztendőben számos olyan fejlesztés zajlott a városban, amely ezt a célt szolgálta. Ez a folyamat egy újabb fejlesztéséhez érkezett, mondta Porga Ferenc polgármester. Az elmúlt 2 évben rendbe tettük a Zrínyi utcai üzletsor előtti közterületet, amely sétáló, parkoló, és nagyon rossz állapotban volt. Ezt szeretnénk most folytatni, hiszen a Zrínyi utca és a Szabadság utca sarkán lévő területet kell most felújítanunk. Ez most egyelőre a tervezési szakaszban tartunk. Az ott található magyar vonatkozású kereskedelmi üzletlánc felvállalta a parkoló és a terület tervezésének egy részét, a másik részét pedig a város fogja finanszírozni a képviselőtestület döntése értelmében. A döntés lehetőséget biztosít a tervezési szakasz beindítására, majd a kivitelezés megkezdésére. Abban bízunk, hogy a hamarosan megnyíló top pluszos forrásokból lesz erre lehetőségünk, tehát erre készülünk. Abban bízunk, hogy nem csak egyébként itt ezt a Szabadság utca, Zrínyi utca közötti parkoló részt, közterületet tudjuk felújítani, hanem a mellette lévő József Attila lakótelepet is teljes egészében tudjuk rendezni, zöld felületekkel, parkolókkal, játszótérrel, úthálózat felújítással és fejlesztéssel. Bár a pályázat kiírása még nem történt meg, Porga Ferenc azt mondja, szeretnének előre felkészülni annak érdekében, hogyha a lehetőség megnyílik, azonnal benyújthassák a pályázatukat. Nem csak a belváros fejlesztése van napirenden az önkormányzat asztalán, hanem számos külterület korszerűsítésére is tervek készültek, melyek egyrészt az úthálózatot, másrészt a vezetékes vízrendszer kiépítését célozzák. Most elsősorban a kishenyei területről van szó, tehát egy vidékfejlesztési program pályázati lehetőségen keresztül a kishenyei bekötőút és a bekötőút és a volt henyei iskola közötti rossz állapotú útszakasztályt szeretnénk teljes szélességében rendezni. Most a képviselőtestület arról fog dönteni, hogy ezt a pályázatot benyújtjuk, és a szükséges önrészt, amennyiben a pályázat támogatást nyer, vállaljuk. Ez egy olyan bekötő út, amely több külterületi részt csatol a 61-es főúthoz, azon keresztül pedig magához a városhoz, tehát egy nagyon fontos gyűjtőút, amit sok ott lakó használ, kishenyei, öreghenyei városrész, illetve az Erdőrész utcai része is. És a külterületeken élők számára az is örömteli hír, hogy azokon a részeken, amelyeken nem voltak bekötve a vezetékes vízhálózatba, hamarosan megkezdődik az építkezés. Hát gyakorlatilag nem létező ivóvíz hálózat kerül kiépítésre, hogy nagyon sok olyan külterület ingatlan van, ahol még nem volt vezetékes ivóvíz. A PIP Kft-n keresztül Súly János közreműködésével tudtunk egy forráskeretet erre szerezni, és ennek a hivatalos eljárása, terveztetés, közbeszerzés most ugye lépcsőnként halad. Már egyetlen egy terület van csak hátra, az Adorján pusztai rész, ahol van víz, de nem szabályos, hiszen egy régi TS Majornak a meglévő hálózatát használják az ott lakók, és nincs csatlakozása a rendes városi hálózathoz, ami pedig kapcsolódik ahhoz a beruházáshoz, ami a teljes várost érinti, az is zajlik most. Az ivóvízhálózatnak az ivóvíz minőségjavító programja, ami gyakorlatilag azt fogja eredményezni, hogy a sokszor problémás vízminőség is, azon túl, hogy most visszük is a vizet, reményeink szerint mi hamarabb egy olyan minőségű vizet is tudunk vinni, amivel nem lesz hosszú távon probléma. A jelenlegi elképzelések szerint 2022 tavaszára már lesz vezetékes ivóvíz Tamási külső területein is. A Tamási helytörténeti gyűjtemény a Kultúrák házában található, ahol régi szerszámokon, népviseleteken és régészeti leleteken keresztül elemenedik meg a múlt.
Az épület emeleti részén egy állandó tárlat fogadja a látogatókat, ahol elsőként olyan fotókkal szembesülhetünk, amelyek számos emléket felidéznek Tamási régi utcaképeivel, már-már feledésre merült épületeivel. Tamási 21 éve rendelkezik helytörténeti gyűjteménnyel, mely egy tulajdonjog átruházásnak köszönhetően került a város tulajdonába 13 évvel ezelőtt, tudtuk meg az intézményvezetőtől. A Tamási helytörténeti gyűjtemény 2000-ben nyílt meg az egykori diákcentrum épületében. A Tamási helytörténeti alapítvány kezdeményezésére. A tárgyak tulajdonjoga az alapítványé volt. Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján a tulajdonjogot átadták 2008-ban a Tamási önkormányzatnak, a gyűjtemény kezelését pedig a Tamási Városi Könyvtárnak, így a könyvtár tevékenysége muzeális tevékenységgel is bővült. A teret több teremre osztották, ahol tematikus elrendezés mellett ismerkedhetnek a látogatók a múlttal. A néprajzi teremben a paraszti háztartások és a paraszti gazdaság tárgyait, eszközeit láthatjuk. Kiemelt értéket képviselnek a szőttesek, amelyek a Kaposkoppány menti néprajzi kistáj jellegzetes színét és mintáját tükrözik. Abroszok, szakajtók, lepedők, féllepedők és ruházati darabok láthatók itt, köztük egy 19. századi vőlegényünk is, a legtöbbjük monogramos. Endrei Walter ipartörténész hagyatékából került a gyűjteménybe a Tamási Takács C. korsója 1819-ből. A megyegyűlés ebben az évben hagyta jóvá a Tamási Takácsok C. alapítási kérelmét. A takácsok munkájára nagy szükség volt, hiszen a háztartási textilek a ruhanemük alapanyagát ők szőtték, szolgáltatták. Az 1830-as években Tamásiban 30 takács is működött. Számuk meghaladta a többi mesteremberét együttvéve. A C-korsó tulajdonképpen egy boros kancsó volt, és a fazekas mesterek legkiválóbb munkái közé tartozott. Ebből a kancsóból töltötték a bort a C-hes összejöveteleken, mesterválasztáskor vagy az inasok felszabadulásakor, ezek a C-korsók a tagság összetartozását jelképezték. A néprajzi terem falait családi fotók díszítik, melyek többsége több száz éves, de itt elevenedik meg a tamási beás cigányok népviselete, és az általuk faragott tárgyak sokasága is fellelhető a tárlat darabjai között. A történeti teremben Tamási helytörténetéhez kapcsolódva a személyek életrajzának kis morzsáit zárták a vitrinekbe. Ismerkedhetünk Cser Stokinger László, Túrmezei Erzsébet és Könnyű László életével is, emellett e tárlatnak része mesél az eddigi legértékesebb tamási régészeti leletről is. A régészeti leletek közül kiemelkednek a római korból származó szoborleletek, amelyek Tamásiban kerültek elő 1941-ben és 1952-ben. Feltehetőek házi szentély leletek lehettek. Konkordia istenasszony, a békesség és az egyetértés ülő szobra az egyik, aztán egy Jupiter és egy Aténa szobor. Ezek valószínűleg az első és a második században készülhettek. Bronzból készült míves kivitelezésű szobrocskák ezek, amelyek archaikus és hellenisztikus jegyeket egyaránt magukon viselnek. Ebben a gyűjteményben csak a fotóikat láthatják a vendégeink. A Vosinszky-Mor megyei múzeumban láthatók az eredeti szobrok. 1958-ban a Tamási templom felújításakor került elő egy négyzet alakú tégla, amelyben címer nyelven 6 cölöpöt láthatunk. Különböző mélységben, 3-3 különböző mélységben, amelyek kétféle színt, az aranyat és a vöröset szimbolizálják. Ez a címer a Tamási család címere volt, amelynek története 105 évig forrt össze Tamási történetével. A régi mesterségek kiveszőben vannak, de a helytörténeti gyűjtemény keretein belül biztos, hogy ez is megmarad az utókornak. A Kovács és a Bognár között ugyan van egy nagy különbség, az, hogy az előbbi vassal, az utóbbi pedig fával dolgozik. A szekérkészítés során azonban a Kovács és a Bognár együttes munkájának eredményeként készültek a tájra, mesterre jellemző, sokszor a mai napig meglévő szekerek. Ezekhez pedig számos szerszámra volt szükség, melyek a berendezett műhely sarkokban fellelhetőek.
A Tamási helytörténeti gyűjtemény rendszeres látogatói az iskolák, akik egy-egy óra keretein belül ismerik meg a tárlaton keresztül Tamási múltját. A labdarúgás világszerte a legismertebb sportágak egyike. Nem is csoda, hogy sokan nem csak nézni, de űzni is szeretik. Tamásiban, akinek van érzéke a labdához, találhat lehetőséget az edzésre a Németh László városi sporttelep futballpályáján, ahol a hét minden napján kihasználtak a pályák. A Tamási 2009 FC edzéseit a nagy gyepszőnyeges pálya mellett egy nagy és egy kis műfüves pálya szolgálja. A Tamási 2009 FC legkisebb futballistái korosztályonként két hetente járnak foci meccsekre, mesélte az U7, U9, U11-es csapatok edzője Bognár Ferenc, aki összevont edzéseket tart ezeknek a korosztályoknak. Nagyon nehéz náluk azt megcsinálni, hogy érdeklődjenek a foci iránt. Nyilván kijönnek fiatalok, focisták, próbálnak érdeklődni iránta, de hogy maga a labdával való csatlakozás, kapcsolat az, ami egy kicsit nehezebb. De nyilván a legkisebb korosztálynál még nem feltétlen azok a legfontosabbak, hogy igen, technikailag ott legyen, hanem a labdával ismerkedjen minél többet. Hát a legkisebbeknek tényleg a legalapvetőbb játékok vannak még, fogójátékok, ezt próbálva a labdával összehozni, hogy tényleg az ott legyen sok kapcsolatuk, akkor társas játékok, hogy érezzék, hogy itt nem egy egyéni játék van, hanem egy csapatban vannak, és hogy próbáljanak egymásnak is segíteni, és úgy játszani, hogy nem csak magunkért, hanem egymásért. A legfiatalabbaknál is kell a csapatszellem ahhoz, hogy egy-egy meccsről sikerekkel térjenek haza, de bizony, ahogy a foci alapjait, ezt is tanítani kell számukra. Az U7-nél még nem annyira, viszont feljebb az U9-nél már kezdődik, az U11-nél viszont már nagyon. Ott már buzdítják egymást, próbálkoznak, segítik egymást játék közben, és nagyon sok minden visszatekint meccsen, amit én mondok nekik edzésen, és egymásnak mondják, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Jön fel, lepasztoltam. A Tamási 2009 FC U13-U14-es csapatának edzője Sipos Norbert, akitől megtudtuk, hogy ez a korosztály komolyan veszi a futballt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az edzéseket csak nyomos indokkal hagyják ki a srácok. Heti 3 alkalommal van edzésünk, illetve egy vagy két mérkőzés, attól függ, hogy a 14-nek és a 13-nak is van-e mérkőzése, de általában van úgy, hogy heti 2 mérkőzés párosul még ehhez a heti 3 edzéshez. A létszám pedig, hát a hivatalos létszám az 27 vagy 28, és ehhez szokott még csatlakozni 3-4 srác a zifi csapatból, akik most kerültek fel tőlem, illetve van még egy-két srác, aki most próbálkozik, most kezdte el az edzéseket. Velük már ugye rendes bajnokságban szereplünk, jelenleg a Somogy megyei U14-es bajnokságban az U14-je, de Tolna megyében nem indítottak. 3 mérkőzés után vezetjük a tabellát, 26 rugott góllal és 0 kapottal. Az U13-mal pedig Tolna megyében indultunk bajnokságban. Ők jelenleg másodikak a tabellán, 2 győzelemmel. Ami fontos itt ebben a korosztályban a mérkőzés érettség, a mérkőzések tapasztalat szerzése, a csapat és a csapat részeknek a feladatkörének az elsajátítás, és erre helyezik a hangsúlyt, úgymond. Csak a jobb lábbal vezetjük, külsővel, belsővel. A tamási csapat U19-eseit az őszi szezontól Gyenei Zoltán és Tóth Roland edzi, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a korábbi sikereket a későbbiekben is hozzák a fiúk. Az IFI-nél, az U19-nél szerda pénteki 2 edzés van egy héten. Nagyon hajlanak a munkára, és azért az ösvény, amit kitaposodtak az idősebbek, az őrájuk is nagyon átragadt. 2003. január 1-e után születettek, játszhatnak idézőjelben büntetlenül mind a 3 csapatban, a megye a Tamási 2-es csapatban és a megye 3-as csapatban, és azért a felnőtt futball erősebb, mint az utánpótlás futball, és motiválja őket. Van már olyan játékosunk, több is, aki az idén is gólokat rúgott a második csapatba. Papíron majdnem 30 fős kerettel rendelkezik a Tamási 2009 FC megyei első osztályú csapata, akiknél Illés Dezső vezetőedzővel folyik a felkészülés a mérkőzésekre. Nyáron egy nagy átalakításon ment végig az egyesület. Sajnos több meghatározó játékos is távozott a csapatból, és ezáltal
Hát én azt mondom, ebből jól jöttünk ki, meg legalább meg tudjuk ragadni az alkalmat, hogy fiatalítsunk, és elsősorban a helyi, illetve környékbeli fiatalokat szeretnénk beépíteni a csapatba. Amit mindig is hangoztatok meg, óva intek mindenkit, hogy kért, megbeszéltük a vezetőséggel és a szurkolókkal is, hogy legyenek kitartóak és türelmesek velünk szemben, mert ez egy új csapat, tehát egy új csapatot építünk, és elsősorban a helyezéstől úgy érzem, hogy számomra, vagyis számunkra fontosabb a csapat, egy új csapatot kialakítani, mint mostan jelen pillanatban a tabellán elfoglalt helyezésünk. Heti 3 alkalommal, 2 szerda és pénteken vannak az edzések. Meg vagyok elégedve. Én azt mondom, hogy ez egy jó társaság, élvezik, szeretik is az edzéseket, mondhatnám, alázat, szorgalom van bennük. A jelmondat pedig örök, Tamási 2009 FC Tolna megye legjobbjai, hajrá fiúk! A hagyományápolás egy nagyon fontos és nagyon nehéz feladat is egyben. Megköveteli a munkát, de egyben olyan pluszt is ad, aminek köszönhetően az emberek sokkal jobban megismerhetik szűkebb és tágabb környezetük múltját és jelenét egyaránt. ...2003-ban kezdődött meg Tamásiban a néptánc oktatást, majd 2004-ben megalakult a Pántlika Néptánc Együttes. Ekkor rajzolódott ki, hogy szükség van egy alapítványra, amely anyagilag tudja segíteni a hagyományápolás útját a városban. 3 magánszemély létrehozta a hagyományápolásra Tamási Kultúrájáért Alapítványt. Az alapítvány vállalta a Művelődési Központ hagyományőrző csoportjainak támogatását. Akkor működött Citera Együttes, Népdalkör és a Pántlika Néptánc Együttes. Jelenleg a pántlikások aktívak. Pályázatok útján és adománygyűjtéssel támogatjuk a munkájukat. 5 éve már a Csóri Sándor program pályázatán sikeresen nyerünk. Most pillanatnyilag ez a legjelentősebb bevétele az alapítványnak, de évente kapunk támogatást az önkormányzattól, a város civil alapjából, valamint a személyjövedelem adó 1%-ából is szép összeg jön be az alapítvány számlájára. Igyekszünk a szakmai munkájukat segíteni, és ezen kívül a közösségi életet erősíteni, a közösséghez tartozást erősíteni az együttesben. Rendszeresen szervezünk szakmai táborokat, néptánztáborokat, kirándulásokat, vendégoktatókat hívunk tanítani, ebből általában műsor is készül, versenyekre visszük a gyerekeket, és közös programokat szervezünk, ilyen a Luca napi családi délután, vagy most már néhány éve sikeres a népviseletes bál, meg az idén is túráztunk, kirándultunk velük, hogy egy picit együtt lehessen a csapat, ne csak próbákon, hanem szabadidőben is szerezzenek közös élményeket. Az alapítványi támogatás jelentős része a néptáncosok viseletének bővítésére fordítódik, mely viseleteknek a felelőse Gulyás Ildikó, aki szívén viseli, hogy a múlt teljes mértékben megelevenedjen egy-egy fellépés alkalmával a színpadon, amikor a táncosok magukra öltik a ruhákat. Hosszú évek munkája, mire ezt a ruhatárat összegyűjtöttük, igyekszünk minden táncunkhoz hiteles népviseletet beszerezni. Nyilván van olyan, amihez újakat kell varratni, de van olyan táncunk is, amihez sikerült eredeti viseletet bemutatni. Utoljára a kaposkoppány mente viseletét próbáltuk rekonstruálni. Ez azt jelenti, hogy vannak eredeti darabjaink is, amit ha jobb állapotúak, akkor fel tudunk venni táncra, ha kevésbé jó állapotúak, akkor az alapján varratunk. Az anyagok beszerzése elég körülményes, hiszen azt a régi, kemény brokátsejem anyagot nagyon nehéz beszerezni. Szerencsére mostanában már egyre több színben, egyre több mintával lehet vásárolni, de ezek nagyon drágák. A néptánc együttes legkisebbjeinek felöltöztetésekor is fontos, hogy ez is autentikus legyen. Kicsi gyerekeknek azért sokkal könnyebb egy-egy színpadi viseletet elővarázsolni, hiszen azért régen is a kisgyerek nem abba a drága, díszesebb ruhában volt, amiben mondjuk a felnőttek. Tehát nyilván egy eladósorban lévő lány, vagy egy fiatalasszony máshogy öltözött, mint az ő 4-5 éves gyermeke. A legutolsó koreográfiánk a török koppányi koreográfia, egyik része a pille. Ez a fiatal menyecskének volt a fejdísze, külön volt egy tánca a nagylányoknak,
és van közös az asszonyoknak és a nagy csoportnak, a csillagkér csoportnak. Itt például figyeltünk arra, hogy a fiatal lányok, akik még nincsenek férnél, és nem is a bakorban vannak, ők ne kapjanak pillét. Egy 20 éves egyetemista táncosunk már vehet pillét. Mi asszonyok abban a régi világban már nem vennénk pillét, itt viszont még a koreográfiába föltesszük. Vannak eredeti pilléink, eredeti darabok, ezek nem csak török koppányból, hanem a környékből, hiszen a kapos koppány mentének ez az egyik jellegzetes darabja, de az asszonyokkal ősszel elkezdtünk mi magunk is pillét készíteni. Bízom benne, hogy idővel nem csak ez készül el, hanem például bukovinai inget tudunk himezni, vagy más egyéb viseletdarabot mi magunk is el tudunk készíteni. Úgy gondolom, nagyobb büszkeség azt viselni, amit mi magunk készítünk, mint amit úgy veszünk meg pénzért. A régi ruhadarabokat házilag készítették tartós anyagból, hogy több nemzedéket is kiszolgálhassanak. Ennek köszönhető, hogy számos eredeti darabban rendelkezik a pántlikások ruhatára is, amelyet óvni kell, hiszen a vegytisztításuk nem lehetséges. Én törekszem arra, hogy ne egyforma legyen, ne mindenkinél egyforma legyen, sőt még akár a csipkék is mindegyik ruhadarabon mások legyenek. Nyitott szemmel kell járni bármerre megyünk, meglátunk egy-egy, akár a turkálóba egy ruhát, ami olyan gyönyörű csipke van, vagy próbálunk régi eredeti darabokat is beszerezni. Kapunk adományba is ruhákat, legyen ez egy kucsma, egy férfi ing, egy női viseletdarab, ezekért mindig nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezek a hitelesek, ezek az igaziak. Ahogy új koreográfián készül, ahhoz próbáljuk megteremteni a hozzá illő viseletet. Tehát ez mindig fontos, hogy hiteles legyen. Oda való arra a tájegységre jellemző legyen az a viselet, amiben táncolunk. Nagyon sokat nem lehet mosni. Régen sem mosták a brokátot, a bársonyt, ezeket szellőztetni lehet. Pontosan ezért fontos, hogy aláöltözzünk, ami védi ezt a ruhát. A férfi ingek könnyebben moshatók, vannak olyan női ingek is, amik moshatók, a többi ruhadarab nem mosható. Vigyázni kell rá, nem eszünk benne, lehetőleg nem iszunk olyanokat benne, nem megyünk ki az esőre benne. A hagyományápolással Tamási Kultúráláért Alapítvány sokat tesz a városban a múlt megőrzéséért és annak továbbadásáért. A Pátliga Néptánc Együttes szakmai fejlődéséért. Ez az összehangolt háttérmunka mutatkozik meg a pántlikások sikereiben is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!